A következő kísérletben fenolftalen indikátorral mutatunk ki kémhatást. Szemcseppentővel vegyünk föl anyagot a fenolftalent tartalmazó üvegcséből, és néhány cseppet juttassuk először abba a kémcsőbe, igen. Nem tapasztalunk színváltozást a középsőbe. Abban sem tapasztalunk, és nézzük meg a szélsőt. Abban viszont egy erőteljes, rózsaszínes, ciklámenes színváltozást tapasztalunk. Tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy a fenolftalen lugos közegben vörös, semleges és savas közegben pedig színtelen. Ebben a kísérletben metilnarancs indikátort használunk. Szemcseppentővel vegyünk föl elegendő mennyiségű indikátort az üvegből. És nézzük meg, hogy az első kémcsőben hogyan változik az oldat színe metilnarancs indikátor hatására, vörös lesz. Jó, nézzük a középső kémcsőben. Marad sárga. És nézzük meg a szélső kémcsőben. Mindjárt lejut oda. Ott is marad sárga. A metilnarancs tehát savas közegben piros, semleges és lugos közegben pedig sárga színt ad. Nézzük meg, mi történik, hogyha a lugos kémhatású oldatot tartalmazó kémcsőből bizonyos mennyiségű anyagot a savas folyadékhoz öntünk hozzá. Azt látjuk, hogy a folyadék színe megváltozik, és szépen lassan átfordul sárgába, tehát közömbösítés történik.